Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket a hétfő esti stúdióban. Kovács Győző nyugállományom katona és meteorológus. Az utóbbit fontosabbnak gondolom életművében, de számos katonai észlelő kiképzése is fűződik a nevéhez. Néhány hete vehet át a Sánc Guidó díjat, a másodikat, amit meteorológus kaphat ma Magyarországon. Az első apró meteorológia elismerést már 2009-ben átvette, addig kifejtett munkásságáért. A most következő beszélgetésben megtudhatjuk, hogy régiónk, Veszprém és környéke, amiben Ajka is beletartozik, mindig is az élen járta a meteorológiai mérések terén. Ha valaki végighallgatja a most következő riportot, talán meg is nyugszik kicsit a klímaváltozást illetően, de az is kiderül majd, hogy hátradőlnünk még nem szabad. Kérem, tartsanak velünk! Köszöntöm Kovács Győzőt, az általam legismertebb meteorológus, de gondolom sokan vannak még így, aki hát mondjuk a hadsereg oldaláról még ismertebb, mint mi, de nem kell semmi rosszra gondolni, hiszen a pályafutásod nagy része ugye a honvédséghez kötődik. Igen. Hivatásos katona voltál és meteorológus. Hivatásos katona voltál és meteorológus. Ez azt jelenti, hogy a továbbképzésed is biztosítva volt volna, ott is kellett ilyen előléptetéshez képezni, vagy nem? Nem. De természetesen a nem is az alapi szabályzat volt, de valami hasonló. Igen. Hát el kellett végeznem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet is azért, hogy megfelelő beosztást elérhessen a honvédségnél. Igen. És legutóbb egy kitüntetést is kaptál, mert ezt külön gratulálok, erről mondani egy-két szót, hogy miért tüntetnek két meteorológust? Magyarországon két díj van a meteorológusoknak, két szakmai díj, az egyik a Pro Meteorológia díj, ezt 2009-ben kaptam meg akkori múltam tudományos tevékenységem és a katonai észlelők képzésében nyújtott tevékenységemért, és most pedig egy nevezük így életmű díjként, a Sánc Guidó díjat kaptam meg, ez a legmagasabb meteorológus kitüntetés ma Magyarországon. Ki volt ez az úriember? Az úriember alapította meg a Magyar Meteorológiai Szolgálatot, nevezzük így röviden, most ugye Ungarometnek hívják, régen egész más volt a neve. Ungaromet, vagy hogy hívják most? Most Ungaromet. Most Ungaromet. Most Országos Meteorológiai Szolgálat volt, és akkor most Ungarometnek hívják, átszervezték, igen, alapvetően megmaradt az előrejelző és a meteorológiai tevékenység, és még hozzácsaptak néhány tevékenységet, mint levegőkémia és hasonló levegőtisztaság, ilyen típusú tevékenységeket. Tehát a Sánc Guidó volt az, aki megalapította a Magyar Meteorológiai Szolgálatot annak idején, 1870-ben, Bencés szerzetes volt, a Tódi Gimnázium elődjének volt az igazgatója, fizika, matematika képzést tanított, és a fizika szertárban természetesen meteorológiai műszerei is voltak, elindította a meteorológiai szolgálatot Magyarországon. Később aztán visszarendelték Ausztriába, mert osztrák származású volt, és ő lett a bencéseknek a generálisa, tehát a legfőbb bencés választották, néhány hónapig töltötte be a tisztet. Kapcsolatban állt Bolgár Mihállyal esetleg? Bolgár Mihállyal úgy állt kapcsolatban, hogy Veszprémben is járt. 1884-ben... Kollégák voltak, nem? Részben kollégák voltak, ő már akkor nagy tekintélyű valaki volt már, mint a Sánc Guidó. Bolgár Mihály meg egy kezdő piarista tanár Veszprémben, de 1884-ben alapították meg Veszprémben a akkori piarista gimnáziumban a meteorológiai szolgálatot. Érdekes történet, ugyanis februárban az iskola igazgatója felhívja, hogy levelet ír, bocsánat, Sánc Guidónak, hogy meteorológiai állomást szeretnének létesíteni, akkor lesz főgimnázium a nagy gimnázium volt, tehát 8 osztályos gimnázium, és a természettudományos ismereteket bővíteni kell, és ehhez a meteorológiai állomás is szükséges volt. Március elején megérkezik a levél, hogy természetesen a műszereket adni fogja az intézet. Március elején a műszerek megérkeznek, és március 14-ével megkezdődik a meteorológiai mérés, tehát egy viszonylag gyors időszak volt, és 1885 őszén maga Sánc Guidó is meglátogatta Veszprémben az állomást, és saját kezűleg mérte meg a
ez egy szeptemberi látogatás volt, mértem meg azt a csapadékösszeget, amit a délutáni zivatar a csapadékmérőbe lehullajtott, tehát járt Veszprémben az első főmeteorológus. Ti úgy vettem korábbi előadásaiból is, hát a nézőknek mondom, hogy szerintem több mint 30 éve ismerjük egymást, tehát elnés a tegeződésért, de ebből is adódik, hogy Veszprémben mindig is központi kérdésnek tűnt a meteorológia, vagy csak a te előadásaid miatt tűnik úgy, mert rengeteg adattal rendelkezünk, akár a 19. századból is. 1860-ban kezdődött Veszprémben a meteorológiai megfigyelések, ekkor még nem is volt Magyar Meteorológiai Szolgálat. Egy fiatal evangélikus tanító német Ferenc 19 évesen került előző össze Veszprémbe, és ő hozta magával azokat a műszereket, amiket Kismartonban szerzett be, ott járt tanítóképzőbe. Ausztria volt akkor? Hát, hát Magyarország. Monarchia volt. Most Ausztria, ugye? Igen, még nem volt kiegyezés, ugye? Igen. Tehát 1859 őszéről beszélünk, és 1860 március 1-én kezdte meg Veszprémben a meteorológiai méréseket. Az országban 5 meteorológiai mérőhely létezett ekkor, tehát Veszprém az első ötben benne van, de 1864. augusztusában ezek a mérések megszűntek, ugyanis az evangélikus gyülekezet nem tudta a tanítót eltartani, és elszerződött a tanító szombathelyre. És ott miért tovább? És természetesen ott vitte magával a műszereit, és természetesen ott egy új észlelési sort indított el, és a dolog érdekessége, hogy Kunc Adolffal, az ottani piarista gimnázium igazgatójával folytatták tovább közösen a méréseket, és még az 1900-as évek elején is közösen végezték a méréseket Szombathelyen. Egyébként annyira megbecsült polgára lett német Ferenc Szombathelynek, hogy a katolikus iskolának előbb tanítója, majd később igazgatója lett. Neki. Most itt röpködnek az evangélikusok, a piaristák, a bencések, ez olyan egyházi privilégium volt a természet megfigyelése akkor, vagy csak a meteorológiára szorítkozik inkább, vagy fene tudja. Alapvetően olyan embereket kerestek, illetve akik érdeklődtek a légköri jelenség után. Orvosok és természetvizsgálók, így hívták annak idején őket, és ezeknek egy ága volt a légköri jelenségekkel foglalkozók, azokat mérők is, ugye, akik a meteorológiai műszereket le is tudták olvasni, tudták értelmezni az adatokat, és általában bizonyos alapismeretek kellettek, matematika. Így van, és általában a gimnáziumokban, akkor azért zömében egyházi fenntartású gimnáziumok voltak, akár a piaristák, akár a bencések, és ott a fizika tanárok voltak leginkább azok, akik a meteorológiai műszerekhez értettek, eleve voltak hőmérők, légnyomásmérők, egyebek, és akkor a feljegyzéseket is ők végezték, és akkor az elemzéseket is elvégezték, és hát Veszprémben Bolgár Mihály volt az, aki már az elemzéseket is elvégezte, tehát nem csak mért, hanem elemzéseket is végzett, és akkor az ő elemzéseiből már sok mindent tudott. Hát örülök ennek a felvezetőnek, mert a nézőink is érzékelték, hogy tulajdonképpen igen elhivatott szakembereknek köszönhetjük azt, hogy most itt ülhetünk és beszélgethetünk például a klímaváltozásról, mert elnézést, hogy ebbe belerángatlak, tudom, hogy nem tartod magad klímaszakértőnek, de a megfigyelések szempontjából nagyon sok ismerettel rendelkezel, és talán következtetéseket is nem talán szoktál levonni. Milyen adatsorokra építhetjük a mai ismereteinket a klímaváltozásról? Elsősorban most Veszprém környékére gondolok, nem a globális ügyekre. Nyilván innen van a legtöbb adat, amivel találkoztál, és milyen következtetéseket lehet levonni, ebből valóban van klímaváltozás? Még annyit, hogy 30 évvel ezelőtt beszélgettünk körülbelül, akkor nem nagyon hittél ebben a dolgokban. Azt mondtad, hogy mindig vannak kilengések, a időjárás, stb. De gondolom azóta kicsit árnyaltabb lett a véleményed. Hát említettem úgy, hogy Veszprémben 1860-ban kezdődtek a meteorológiai megfigyelések, hát voltak szünetek, ugye az első világháború sem tett jót a megfigyelési adatsornak, a második világháború sem tett jót a megfigyelési adatsornak, és még volt néhány olyan év, egy pár év, amikor az adatsorok hiányoznak, de viszonylag jól fel lehet térképezni magának Veszprémnek a időjárási éghajlati adatait, illetve amit
amit a beszélgetés elején említettél, hogy katonaként éltem az életem egy részét, ez ugye a Szentkirályszabadjai repülőtér volt, és a Szentkirályszabadjai repülőtéren, idéző mondom, szolgáltam 20 évet, aztán később ugye más beosztásokat is elláttam. 69-ben indult a repülőtér, és a 69 óta folyamatos meteorológiai mérések, megfigyelések vannak most is, úgyhogy a repülőtér már nem működik, mint katonai repülőtér, de valamennyi mért és észlelt adat megvan, természetesen ezeket sikerült megmentenem, a észlelőkönyvek zöme az a padlásomon van, már digitalizáltam őket, tehát feldolgozva, és ez a több mint 50 év segítette, hogy az éghajlatváltozást hogyan lehet a mi térségünkre is meghatározni, megmagyarázni, mik azok a számok, amelyek valóban most már alámutatják, vagy alátámasztják a megfigyeléseket. Említetted ezt az előtti 30 évet. Valóban akkor kezdtek el beszélgetni arról, jöttek a néhány szélsőség, jöttek olyan kiugró adatok, amelyek már első jelei voltak annak, hogy itt valami történik. De a tendenciák még nem voltak meg. Tehát az, amit ma egyértelműen lehet látni, hogy mondjuk 2000-2010 közöttől már egyértelmű hőmérsékletemelkedések, csapadékcsökkenések figyelhetők meg a térségünkben is, az még ezelőtt 30-35 évvel nem volt kimutatható. Nyilván sokkal több adat áll rendelkezésre, és a szélsőség gyakorisága is számít. Ez az, amit akartam mondani, megelőztél. Tehát ugye nem mindegy, hogy egy évben egyszer vagy kétszer ugrik ki a hőmérséklet, a szélső értékek közé, vagy a fölé, hanem ezek szinte naponta jelentkeznek. És hát az utóbbi éveket nézzük, akkor meg mire leírja az ember egyik nap, hogy mi történt, kiderül, hogy a másik nap már az előző nap is überelve van. Tehát a változások sokkal gyorsabbak, sokkal egyértelműbbek, sokkal kimutathatóbbak, és rémisztőbbek is. Mit lehet mondani erről a tendenciáról? Tehát készültek-e modellek mondjuk arra, hogy 5-10 éves, nem lesz hosszabb időn belül milyen szélsőségre lehet számítani? Mert oké, hogy lehet még élni a Földön, de mondjuk holnap elviszi a szél a házam tetejét. Eddig még ilyen nem volt. Mikre kell számítani, felkészülni? Vagy bocsánat, még egy, van ez a búgócsiga jelenség, ugye, amit említenek, hogy nem exponenciális vagy lineárisan változnak a dolgok, hanem egyszerűen összeomlanak a rendszerek. És mint ahogy a búgócsiga hirtelen leáll, igen, úgy például egy tengeráramlás is leállhat. Igen, tehát ugye ezek a búgócsiga elméletekben azért van egy olyan, hogy bizonyos szenzációkat fel kell erősíteni. Tehát az, hogy mondjuk leálljon egy tengeráramlás, az a gyorsságig mondjuk 100 évben mérhető, de még messze nem tudom. De hallottam, hogy egy-két éven belül leállhat például a golfáron. Ez szinte lehetetlenség, tehát ezt én nem tudom elképzelni. Tehát ma nincsenek olyan adatok, újságíró kitaláció, amelyek ezt igazolnák. Olyan adatok vannak most, ami a hőmérséklet emelkedésre vagy a csapadék csökkenésre vonatkozik. Tehát attól függ, hogy most ezeket hogy nézzük, globálisan, földi méretekben, Európa, Kárpát-medence, vagy éppen a mi térségünk. Tehát teljesen nem mindegy. Ugye, tudjuk, hogy a 2023-as év volt az meteorológiai megfigyelések óta előfordult legmelegebb év. Igen. És ez globálisan is igaz. Ugye, Veszprémben is igaz, másfél fokkal volt melegebb, mint az a bizonyos sok évi átlag. Na most a sok évi átlagnál azért érdemes egy kicsikét megállnunk, mert az a sok évi átlag, ez egy 30 éves időszakot jelent, de ez a 30 éves időszak, ez mindig ugrik. Amikor én a szakmát kezdtem, akkor az 1960 és 1990 közti 30 évről volt szó, aztán a 1970 és 2000, 81 és 2010, jelenleg az 1991 és 2020 közti 30 évet tekintjük sok évi átlagnak. Most, hogyha a sok évi átlagoknak a középhőmérsékletét nézzük meg, amikor én elkezdtem a szakmát, akkor Veszprém
évi középhőmérséklete 9,7 fok volt. Aztán a következő sok évi átlag az már 10 fok volt, jelenleg a sok évi átlag 10,5 fok. Tehát egészen egy fokot emelkedett. Igen, a 2023-as év középhőmérséklete keleken 12 fok volt, tehát ez volt ez a másfél különbség. Fokos különbség, ami nagyon nagy, és ami még az utóbbi évek, vagy az utóbbi egy év termése, ugye tavaly április volt az, amikor, április és május volt az, amikor a két havi középhőmérséklet egy kicsikével alatta volt a sok évi átlagnak. Ettől kezdve minden hónap az elmúlt évben, meg most idén is, jóval magasabb volt a sok évi átlagnál. Gondoljunk, a tél is a legmelegebb volt, hát a februári nagy hőmérséklet, ami 7 fokkal volt melegebb, mint a sok évi átlag, a március is jóval melegebb volt, most az idei április is melegebb volt. Hogyha most lenne vége az évnek, akkor 2,2 fokkal lennénk melegebbek, mint az a bizonyos sok évi átlag. Ez egy igen veszélyes tendenciának tűnik. Például most egyszerűen az ember megfigyeli, hogy eltűnt az orgon április végére. Igen. És azt, hogy szeretnék már is éjszakán letépni minden orgonát, tehát ez nevetséges, nincs is orgona. Most van a ballagás az én időmben. Ballagásra orgonával díszítettük fel az iskola bejáratot. Szerintem most nem működött. Most ez a kác viszont előbb virágzott. Tehát lehet, hogy a kác virággal kellett volna díszíteni. Az meg július környékén szokott. Igen, tehát jó egy hónappal, vagy több mint egy hónappal előtte voltunk. Na és akkor még csak fokozzam, hogy ez az idei április, amire azt gondolom, hát ez egy ilyen április volt. Egyébként a februárra visszatérve, az ötödik legmelegebb március lett volna. Ha március... Még márciusnak is. Igen, Sőt, a hetedik leghidegebb április. Tehát nem is ha április lett volna, és nem a leghidegebb lett volna. Tehát milyen időtávra is nézve az egyáltalán? Mérések kezdete óta. 1860. Igen, mérések kezdete óta. Szóval... És akkor most, ha megnézzük ezt az elmúlt áprilist, április legkorábban térségünkben április 16-a volt az, amikor először fordult elő olyan, hogy a napi középhőmérséklet meghaladja, vagy a napi maximum hőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Idén április 1-én haladta meg, a 26,5 fok volt a napi maximum, és április első felében 6 olyan nap volt, amikor a napi maximum hőmérséklet túllépte a 25 fokot, tehát nyári nap. Tehát jóval korábban indult, egyébként is az utóbbi évtizedben inkább így mondanám, jóval korábban kezdődött a nyár, és jóval később fejeződött be. Most pedig még 15 nappal előrébb indult a úgymond nyári időszak. Tehát a nyári időről beszélhetünk. Érik az oló, tehát egyre hosszabbak a nyarak. Igen. Ezek szerint egyre rövidebbek a telek. Igen. Hát és a tavasz is. A tél... Úgy rövid lassan, hogy megszoktuk, hogy december elején azért most már kezdett fagyni, hát nem biztos, és akkor valamikor februárban, vagy még márciusban is, illetve áprilisban még jöttek talajmenti fagyok. Most ez igazából eltolódott, pontosabban összezsugorodott, és szokták volt mindig kérdezni az utóbbi években, és lesz-e fehér karácsony, ugye, mert ez is hozzátartozik. Egyszer említetted, hogy milyen sok fehér karácsonyra emlékszik az ember, pedig mit tudom, hogy összesen volt 10-50 év alatt vagy. Szóval igen, tehát többentesen kevés ahhoz képest, hogy milyen emléke. Az emlékeink általában a havas fehér karácsonyokra aszociálnak, meg a képes lapokra, amik igen, a karácsony mindig havas és fehér. Ugye ahhoz, hogy a karácsonynál maradva fehér legyen, hát legalább 3 feltételnek kell lenni. Egyrészt hidegnek. De most az utóbbi, nem a december nem hideg, az utóbbi 5 év karácsonyi 3 napjának a hőmérsékletek, azok mindig pozitívak voltak. Én úgy figyeltem meg, ez magán megfigyelés, hogy karácsony és új év között van egy fölmegedési időszak. Igen, ez kimutatható, régen is kimutatható volt, de nem plusz 8 fokos
napi középhőmérséklettel, hanem mondjuk szerint csak olyan 0 fok körüli hőmérséklettel. Ennyit az idő. És hogyha december elején leesett a hó, akkor általában karácsonyra is megmaradt. Ma már ott tartunk, hogyha 1-2 centi hó esetleg karácsonyra megmarad, nem úgy, mint a 60-as, 70-es években, hogy 30 meg 40 centiméteres havak is, 1963 vagy 69 karácsonyáról beszélek például, akkor már örülünk, sőt, akkor is karácsony, vagy havas karácsonyról beszélünk, ha véletlenül esik karácsonykor a hó, még ha meg sem marad, akkor már milyen boldogok vagyunk. De utóbbi időben már havas karácsonynak x-eljük azt is, amikor havas eső van. Tehát ott tartunk, hogy ezek a időjárási anomáliák, ezek velünk élnek, és tudomásul kell venni, hogy nem biztos, hogy például a karácsony fehér lesz. Tehát a hőmérsékleti emelkedés egyértelműen kimutatható itt ugye a éghajlatváltozásban, illetve ami a másik, az pedig a csapadéknak a szép lassú, de határozott csökkenés. Ez éves szinten is igaz, havi szinten is igaz, és akkor belejönnek még olyan anomáliák, mint volt itt az elmúlt néhány év, ugye a 2000 és 2002 vége közti időszak, amikor egy hosszantartó aszály alakult ki a Kárpát-medencében is, és itt a térségünkben is. A 21-es év volt a legkritikusabb, de ez már 20-ban kezdődött, ugye már eleve 20 is több mint 120 mm-rel kevesebb volt a évi csapadékösszeg. Aztán 21-ben 400 mm alatti, jóval 400 mm alatti, és ehhez jöttek ezek a magas hőmérsékletek. Pontosabban ugyan 2022-ben egy kicsikét több csapadék volt, mint 21-ben, de még mindig jóval átlag alatti, és ehhez társult egy jó magas nyári hőmérséklet, és a talajokban már nem volt megfelelő vízmennyiség, tehát elindult az az aszályos időszak 21-ben, és akkor még a téli csapadékok is elmaradtak, hótakaró sem volt, és ez eredményhez... Érdekes ezt hallgatni, ugye a napi hírekben halljuk, hogy mások az árvízzel küzdenek, például Oroszországban, vagy Brazíliában emberélteket olt ki a rendkívül esős időjárás, árvizek tombolnak olyan helyeken, ahol eddig még nem is nagyon esett az eső. Földi méretekben a légkörben ugyanannyi a víz. Tehát nem tudunk vele... Valószínűleg nem szökik ki az űrből. Nem tudunk vele mit... Nem emelkedik a tengerek szintje, tehát a légkörben adja. A légkörben állandó, a légköri hőmérséklet meghatározza, hogy a légkörben mennyi víz lehet. Azt már megint más kérdés, hogy a légáramlások, hogy a hőmérséklet különbségek, merre viszik ezeket a nedvesebb légtömegeket, hol alakulnak ki azok a felhők, amelyekből aztán leesik az a nagyobb mennyiségű eső, vagy éppen egy csepp eső sem esik le. Ez már a általános légkörzésnek a módosulása, ami szintén a globális éghajlatváltozásnak a következménye. Hol alakulnak ki azok a ciklonok, mediterrán ciklonokról, de utóbbi időben viszonylag sokat lehet hallani. Az általános légkörzés módosulása, régen a nyugati-keleti szelek zónájában volt a Kárpát-medence és Közép-Európa, ma ezek a nyugati-keleti szelek gyakran északi és déli szelek. És nem mindegy, hogy az északi területekről lévő hűvösebb levegőt hova szállítja le a légáramlás, illetve az Afrika északi partjai felől jövő levegőt, jóval szárazabbat hoz a Kárpát-medence térségébe. Az utóbbi néhány hét híradásaiban többször hallottunk arról, hogy ugyan jön valami kevés eső, de több lesz benne az afrikai por, mint a nedvesség, amennyi volt. Igen. Tehát nem mindegy, hogy hol alakulnak ki ezek a ciklonok, illetve anticiklonok, ezek milyen hosszú életűek lesznek. Tehát amit mi itt a Föld felszínén érzünk, ez az időjárási folyamatok lenyomata. De maga az időjárás az a fejünk felett játszódik, tehát azok a légáramlatok, amelyek
alakítják az időjárást, amelyeknek pedig a mozgatórugója a hőmérséklet különbség, ami a trópusoknál, illetve a sarkok közt van. Ez a hőmérséklet különbség, illetve a földforgás eltérítő ereje, ez határozza meg, hogy a, milyen pályákon mozognak azok a ciklonok, anticiklonok, amelyekről mi beszélünk. Fizika, légkör, fizika. Így van, és ezek módosulnak, és ezeknek a módosulása az, hogy olyan területeken hullik csapadék, ami korábban nem volt, illetve ahol meg volt, ott nem. Tehát ez sok változós igényel függ a levegő hőmérsékleti eloszlásától, ettől a légmozgások is függenek, ennek a páratartalom, felhőképesség, felhők, nedvesség, mozgás. Igen, de ez egy viszonylag összetett folyamat, és ezért van például az, hogyha sokan figyelik a különböző matematikát. Egy megfigyelik, ugye, és akkor azt mondják, hogy ez így, pedig másnál is. Matematikai modelleket, hogy mit jósol a különböző félamatőr, vagy amatőr, vagy profi meteorológus társaság, és hogyha egy olyan típusú modellre hagyatkoznak, amely ezeket nem tudja figyelembe venni, vagy mindig utánkövetők ezek a modellek. Tehát előre egyetlen modell sem extrapolálni lát olyan szinten, hogy na most hogy fog változni a trópus és a sarkvidék közti hőmérséklet különbség, ez milyen magassági szeleket eredményez, ezeknek a magassági szeleknek milyen lesz az elmozdulása, iránya, sebessége. Szóval hogy nincs még olyan szuper számítógép, amelyik minden tényezőt figyel. Nem a számítógéppel van baj, hanem a programot azt mindig utójavítják. Igen. És ugyanez a probléma a klímamodelleknél is. Ugye a múlt adataiból következtetünk, vagy következtetnek ezek a modellek, a elkövetkező időszak 2030-2050, 2070 időjárására, éghajlatára. Most közel se biztos, hogy azok a folyamatok úgy mennek végbe. Ezért szokták általában azt mondani, hogy az optimista előrejelzés, a pessimista előrejelzés, a közepes előrejelzés, ugye, és akkor adják meg azt, hogy hát lehet három... maradhatunk a másfél fokos hőmérséklet emelkedésnél globális szinten. Aztán, hogyha a pessimista, akkor a 4 meg az 5 fokos hőmérséklet emelkedés. Tehát ez az, amit a modellek sem tudnak lekövetni, mert egyszerűen a múltból azért mindenre következtetni nem lehet. Mindent nem lehet beépíteni a modellekbe, és ahogy változik napról napra az időjárás meg az éghajlat, azt napról napra ezekben a modellekben be kellene építeni. Még mindig a növekedési fázisban vagyunk, tehát még ott sem vagyunk, ott sem tartunk, hogy stabilizáltunk volna valamilyen szinten a szén-dioxid kibocsátást, és hogyha a növekedés fázisa, hogy a növekedés tart, akkor a bizony a hőmérséklet emelkedés is tartani fog, ugyanis csapdába ejti azt a hőt, amit kisugározna a földfelszín, vagy kisugároz a földfelszín, sugározná a magasabb rétegek felé, de nem. Ez ugyanaz a mechanizmus, egyébként a üvegházgázok kategóriájába tartozik a vízgőzés, tehát a felhők is. Igen, ezzel viszonylag keveset foglalkoznak. De ez egy pedig évezredek óta azonos mennyiség van a Földön, tehát ez az a természetes visszaverődés, a természetes üvegházhatáshoz tartozik, míg a nem természetes az a szén-dioxid növekedés, a metán növekedés, a egyéb fluorgázoknak a növekedésbe és a légkörbe juttatása, ami ugye mi emberek engedtük ki valamikor a palacból a szellemet. A ipari forradalom eleje közepe tájékán, ugye, és szép lassan, észrevétlenül, mint ahogy említetted is, hogy még talán 30-40 éve is azt gondoltuk, hogy ez a mennyiség ez nem fogja azt a hatást elérni, ami most van, hát sajnos elérte. Azóta viszont biztos, hogy megduplázott, megtöbbszöröződött ez a mennyiség, ez az üvegház hatás, és ugye elindultak olyan folyamatok, amelyekre nem vagyunk ráhatással, ugye. Elindult a jégsapkáknak az olvadása. Csökken a tővisszaerős képessége. Lecserek, így van. Hát ugye úgy hívják, hogy a Föld albedója, ez a hővisszaverő képessége, ez csökkent, és a hőmérséklet emelkedés az
utóbbi évtizedekben a sarkoknál jóval erőteljesebb. Tehát az a hőmérséklet különbség, amiről a korábban beszéltem, hogy az egyenlítés a sarkok közt megvolt, ma az valamikor szinte felére csökken, egy nyári periódusban, és azok a nagyon intenzív nyugati szelek, amelyekről szintén már korábban említettem, azok jóval lassabbak, és ez a szél, mint a hegyi patak, amikor erős a szél, akkor egyenes irányban fúj. Amikor gyengébb, akkor elkezd kacsázni, elkezd majd meanderezni, ezt szaknyelven így mondják, hullámozni, és bizony hűvösebb levegőt szállít a déli félteke, vagy pontosabban az egyenlítő vidékére, vagy az egyenlítő vidékéről jóval enyhébb levegőt szállít az északi területek fölé. Ilyenkor fordul elő például az, amikor azt olvasjuk, hogy Skandináviában milyen meleg van, esetleg melegebb, mint Törökországban, vagy éppen Franciaországban, mert Franciaország nyugati fele a hideg hullámnak a vagy ennek a hullámnak a hidegebb oldalán, míg a Skandinávia, meg Európa középső területei ennek a hullámnak a melegebb oldalán vannak. Régebben ezek általában kevésbé fordultak elő, jóval több volt a nyugati szél, tehát egyik front előtt, illetve mögötti hőmérséklet különbség is jóval kisebb volt. Visszatérve az áprilisra, április első fele 16 fokos középhőmérsékletet produkált most, és 6,5 fokkal volt hűvösebb április második fele. Ilyen hőmérséklet ingadozás különbség egy hónapon belül, áprilisban, szintén nem fordult elő. A májusi fagyok most április második felében most már a fagyos szentek. Lennének a fagyos szentek, igen. És egy hónappal korábban, április második felében, az volt az időszak, ami korábban 30-40 évvel természetes volt, hogy ez májusban jön. Stabilan jelentkezett. Igen, most áprilisban. Hagyományok is alakultak le, meg elnevezések. Na de hát azok kialakultak az több száz évvel ezelőtt, igazak voltak, még a éghajlatváltozás előtt. Most ezek a folyamatok is megfigyelhetők, csak nem akkor. Nem akkor figyelhetők meg, hanem máskor. Szent György lesz az egyik fagyos szender utóbb. Hát 0,7 fok volt Veszprémben is, és voltak a völgyekben fagyok áprilisban, miközben ugye a április első felében ott voltak a 25 fok fölötti hőmérsékletek. És ugye a tavaszi gyümölcsfa elfagyások is ennek tulajdoníthatók be, hogy februárban, márciusban elindulnak azok a folyamatok a különböző növényekben, kivirágzik a barack, aztán néhány napos ütés idő, és akkor vége a barack szezonnak, illetve sok minden másnak. Tehát ez mindennek a éghajlatváltozásnak a következménye. Igen, de hát nyilván azért vagyunk mi emberek, hogy harcoljunk és felkészünk az ilyen változásokra. Tudom, mezőgazdaságban is rengeteg kutatás folyik abban az irányban, hogy éghajlattűrő vagy éghajlatváltozásnak megfelelően más növény. Szárazságtűrőket keresnek, mert főként az alföldi régiókban most is 50-60 mm-nyi csapadék hiány van, 90 napos átlagban, és ha valaki rátéved véletlenül a Hungarometer agrometeorológiai oldalára, akkor ott aszályindexeket is láthat, és bizony a nyári növényekre nagyon erős aszályindexeket lehet látni, főként az alföldi területekre, de még a Dunántúlra is bejúlik. Na most ez gondolom a hétköznapi ember számára nem jelent különösebb tendőket, figyeljük az időjárás jelentést, és annak megfelelően öltözködjünk, más nem tudunk tenni. Alkalmazkodnunk kell mindenképpen, de azért annyit tehetünk, hogy szoktam volt mondani, azért kevesebbet szemeteljünk. Na az meg a másik, igen. Lehetőség szerint. Ha csak keveset is, kevesebb széndioxidot, vagy kevesebb szennyezőanyagot bocsájtunk ki, akkor picit mi is tettünk, mert ha sok millióan ezt tesszük, akkor azért az valamilyen szinten segíti a légkört, de mindenféleképpen a legfontosabb az alkalmazkodás, és tehát olyan vezetőket kell választanunk, akik ezzel tisztában vannak, és tudnak is érte tenni valamit. Mármint nagyobb léptékben, mint mi.
Hát is majd meglátjuk a választásokat. Nem mostani választásra, és itt a világról van szó, nem csak a mi választásunk. Nyilván a Magyarország egy pöttya a nagy... Igen, tehát itt nagy összefogásra, nagy nemzetközi összefogásra van szükség, és nem csak a konferenciákra, nem csak a beszélésre, ugye a párizsi konferenciától kezdve, és legutóbb egész Dubaig, évente szinte összejönnek nagy fogyasztású repülőgépekkel, luxusgépekkel utaznak, igen, tehát több szerénység várható el azoktól, akik döntéshozók, hogy tényleg teszünk is érte valamit, nem csak beszélünk róla. Köszönöm szépen, hát eléggé elkanyarodtunk a meteorológiától, de összefügg mindennel összefügg, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen tág nézőpontból világítottad meg a probléma halmazt, mert hát arról van szó, és köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba. Köszönöm a meghívást.